A Klubrádió reggeli információs műsora. Póka László, Nem adom a házam mozgalom szervezője van itt a telefonnál. Ő az, vagy az ő mozgalmuk az, akik a miniszterelnök háza előtt egy háromnapos éjségszájba kezdtek. Tehát elsőként Póka Lászlótól egy helyzetjelentést kérek, hogy hogy vannak, mi a helyzet ottan, ahol éjségszájkolnak. Üdvözlöm a Klubrádió hallgatóit. Nagyon jó a hangulat itt nálunk. Ez 9-en voltunk itt éjszaka. Hideg volt, de most már ide süt a nap, úgyhogy most már nagyon jól éreztük magunkat. Na most, hogyha a komoly részére térünk ennek a dolognak, szóval miért gondolják, hogy gazdasági kérdésben egy éjségsztrájkkal lehet bármiféle eredményt elérni? Ez egy nyomásgyakorlási eszköz, ugye jelenleg a kormány csalókkal tárgyal. És a már kik a csalók? A csalók a bankok, ugye ezt a kormány és több közgazdász is bebizonyította, már megmutatta, hogy gyakorlatilag itt az embereket átverték, csőbe húzták. Hát annyiban, hogy azért nekem is felolvasta a szerződést a közjegyző, ha nem olvastam volna el, és benne volt, hogy készüljek fel arra, hogy változhat az árfolyam. Kétségkívül kevesen készültek fel arra, hogy ekkorát változhatnak az árfolyamok. Így van, pontosan. De ez nem csalás, csak valamit nem láttunk előre. Se a bankok valószínűleg, semmi. A bankok pénzt akartak keresni rajtunk, mi meg akartunk spórolni a forinthitelhez képest valamennyit. Hát nem, már van, aki nem is vett volna fel forinthitelt, mint ahogy én sem, mert azt nem tartottam egy jó megoldásnak. Ha akkor nem mondta volna azt nekem az ügyintéző, hogy Lacikám, ez maximum 165 lehet, nézd meg a diagramokat, hogy állnak, akkor én ezt nem veszem fel, és azért vagyunk így pár ezeren, vagy pár tízezeren az országban, akik csak azért vették fel, mert az ügyintéző azt mondta akkor, hogy ez jó lesz. És ugye hát ő volt a szakember, tehát... Mi nem értettünk hozzá. Igen, hát igen. Igen, de nehéz okosat mondani, mert nyilván egy csomó ember akaratán kívül került ebbe a helyzetbe, csak hogy ez nem... Na, de mi lehet a megoldás akkor? Tehát mikor mondaná azt, hogy oké, éjségsztrájkot befejeztük, hazamegyünk, mert elé azt mondták nekünk, amit hallani szerettünk volna. Igen, hát az első és a legfontosabb, mivel bebizonyosodott már, hogy itt csalásról van. Ne, az nem bizonyosodott be, hogy csalás. Az, hogy sokan rosszul jártak, azt tudjuk, de csalás, az nem bizonyosodott be. Hát mondjuk azt, hogy bíróságon még nem, mert nem lett jogerős ítélet belőle, de mondjuk azt, hogy kétségesek ezek a szerződések, ezért azt gondoljuk, hogy a végrehajtásokat azonnal le kell állítani. Tehát ez a legfontosabb követelésünk, hogy mindaddig, amíg ki nem derül, hogy most itten volt-e deviza, nem volt, jogosak-e a követelések, vagy nem jogosak, addig a végrehajtások álljanak le, hiszen azért embereknek vonják a fizetését, veszik el a házaikat, és rengeteg ember emiatt nem tud például tüzelőt venni a télire, és ott fog megfagyni a lakásában. Csak hogy, tehát én a szociális szempontjait, amit mondtam, teljesen megértem és egyetértek önnel, csak hogy hát a hitelnek az a természete, hogyha valakinek azt vissza kell fizetnie. Ha nem ő fizeti vissza, akkor minden adófizetőnek együtt kell valamilyen módon majd, amit ma még nem látunk, hogyan kifizetni olyanoknak is, akik életükben nem vettek fel hitelt. Mi kifejezetten szeretnénk, ha nem mozgósítanák adófizetői pénzeket erre. Ez kizárólag az adós és a bank közötti elszámolás kérdése kell, hogy legyen. De ugye a magyar törvények lehetőséget biztosítanak arra, hogyha valamiben bebizonyosodott, hogy bűncselekmény által, megtévesztés által vagy csalás által jött létre, akkor ott azt vagy ne kelljen visszafizetni, vagy legyen semmi se szerződés. Na jó, de hát az is furcsán néz ki, hogy valaki fölvesz hitelt, kétségkívül változott át az ügyintéző, rábeszélte, nem tudom micsoda, de miért ne fizesse vissza? Hát vett abból ezt vagy azt. Nyilván, kötött egy rossz üzletet, és lehet, hogy megtévesztették ebben én ezt, vagy nem volt elég figyelmes, vagy visszaéltek azzal a jó hiszeműségével, vagy visszaéltek azzal, hogy nem közgazdász, hanem bármi, de hát akkor is fölvett egy hitelt, hát az a hitel meg sajnos visszafizetendő. Viszont a megtévesztés, vagy a nem kellő információ által kára keletkezett. A kára jelentkezett abban, hogy sokkal többet fizetett az elmúlt pár évben, mint amit egyébként elbírt volna a család. Az összes tartalékukat mozgósították, zaciban az aranyak, eladták az autójukat, vagy már elvették neki. A rokonság is, amit tudott nagymama, pálna alól kivette a pénzt, amit esetleg a temetésére tett félre. Összeköltöztek családok, mert el kellett adni egy-egy házat, és utána többen laknak egy lakásban, mert csak így tudták fizetni a törlesztő részleteket.
és kifosztották a gazdaságot is ezáltal, mert még egy átlag családnak 50-60 ezer volt a kezdő törlesztője, ugyanezek a törlesztők most 100 és 150 ezer forint között vannak, tehát havonta ez a nagyjából 50-100 ezer forint nem került be a gazdaságba. Hát igen, csak az a baj, hogyha bankokat kifosztják, akkor meg megáll az, akkor is megáll a gazdaság. Nem látjuk pontosan, hogy miért, mert bonyolultabb a dolog, de hát ha banknak eltűnik a pénze, akkor meg nem lesz munkahely, meg nem történik semmi a gazdaságban. Hát a munkahely az nem a bankoktól van a munkahely, hanem a kereslettől. Ha megnő a kereslet, akkor egész biztos, hogy lesznek olyan befektetők, akik végre korrekt módon fognak hozzáállni és a gazdaságba pénzt pumpálni. Hát ha nem veszük fel a bankoktól az uzsorát, akkor lesz olyan, akinek van szabad tőkéje és odaadja nem uzsorára, mint ahogy ez fejlett államokban. Még azért, hogy jó, oké, köszönöm szépen, hogy elmondta. Puka László, nem adom a házam mozgalom szervezője, viszonthallásra. Köszönöm szépen, én is viszonthallásra.